A sumír járművek, dr. Bobula Ida Washington 1960. Úr, ásatói, bámulatba esnek, amikor mezopotámia a legrégibb szobrai között találtak egy mészkő domborművet kerekes szekér ábrázolásával. A sima kerekek két félkör alakú részből álltak. Ezeket részkapcsokkal erősítettek össze egy központi mag körül. A nagy emberi felfedezést a kereket úrban, több mint 1500 évvel Egyiptomba való importálása előtt használták, írta a Pennsylvania Egyeteme által kiadott korabeli beszámoló. Az arhaikus kor valódi kereke hamarosan napvilágra került Úr, Kis és Szúza királysírjaiból. Mind négy kerekű kocsik tartozékai voltak. A kerekes kocsik használatát legkorábban az emberiség egyik legősi bíró dokumentumán található képírás jelábrázója, Innen a Istennő Uruki templomából, Krisztus előtt cirka 3500-ból származó agyagtáblán. Az agyagmodell szekerek kerekeit először az uruki rétegben találták, bár a kerekes kocsi legelső ismert képe egy pecsét nyomaton szerepel. Sir Leonard Húli 1955 a korszakalkotó találmányt a Sumír Uruk, Varka, templomváros népének tulajdonítja. Az ásatásokat követő évek során erőtlen, de megmegújuló törekvéseket tettek, hogy összezavarják a képet, és kétségeket támaszanak a sumírok e kimagasló eredményét illetően. Ezekkel a próbálkozásokkal szemben az Oxfordi Egyetem ötkötetes, úttörő jellegű technika-történeti tanulmányán dolgozó tudós csoport azt a végkövetkeztetést vonta le, hogy a kereket alsó mezopotámiában fedezték fel, nagy valószínűség szerint Krisztus előtt 3500 körül, és ez eredeti felfedezés volt. Minden okunk megvan annak feltételezésére, hogy a csónak még a kocsinális is régibb jármű volt. Egy eridúi férfi sírjában talált agyagmodellt a vitorlás hajótán legkorábbi modelljének nevezték. Lloyd 1948 a legrégibb sumér temetők árasztották az ezüst, réz és agyag csónak modelleket. Feliratokból tudjuk, hogy a sumírok több évig tartó hajóutakat tettek, hogy templom államaiknak megszerezzék távoli földek luxus cikkeit. A csónakokhoz vitorlavásznat szőttek a templomok magasan szervezett műhelyeiben. Ha elfogadjuk azt a véleményt, hogy a tett szülője a gondolat, akkor emlékeznünk kell, ha a repülésről beszélünk, hogy az ember szárnyakkal való felemelkedését először Etana ősi története mesélte el egy táblán, és számtalan pecséthenger faragásán ábrázolták, melyek némelyike az akkád korba nyúlt. Etana jó pásztor volt, aki mikor nyáját és feleségét a terméketlenség sújtotta, elment felkutatni az élet forrásának növényét. Felült egy sasra, és a levegőbe emelkedett, de célja közelében visszazuhant a Földre. Ez a legenda az emberi repülés első ismert meséje.